A lakosok összefogásával az 1950-es-60-as évek tájékán egy lakóházból alakították ki a szakrális építményt, mely sajátos módon két titulust is visel, ugyanis Szent Mihály és a Szent Kereszt tiszteletére szentelték fel. A házkápolnán korábban végeztek már kisebb karbantartási munkákat, de az idő múlásával szükségszerűvé vált egy nagyobb lélegzetvételű, több mindenre kiterjedő korszerűsítés. Osztotta meg velünk dr. Kassuba Róbert. János elárulta, hogy az elmúlt években próbáltak már forrásokat keresni terveik megvalósítására, de akkor nem jártak sikerrel. Ez a nyertes pályázat azonban lehetővé teszi, hogy az épületet megóvják az enyészettől. Itt mutatnám meg azt a problémát, ami egyébként az egész épületen körbe látszódik, talán itt a leglátványosabb, ez a felvízesedés, hogy ugye a vályokból készült valamikor, most már ez így inkább por, ahogy látszódik. Ugye tulajdonképpen átvizesedett, és veri le a vakolatot, ugye ez egy kicsit keményebb volt a vakolat, mert ugye ez ilyen cementes vagy tapasztott valami volt, és ez ugye tulajdonképpen ezt kellene megszüntetni az aláfalazással, hogy ne porladjon szét az egész épület, mert ugye ha ez szétporlad, akkor össze is dől. Az atya arra is kitért, hogy a falak szigetelése, a villanyvezetékek cseréje, illetve a padló rendbetétele mellett mi mindenre fogják még felhasználni a támogatást. Mindenképpen festésre is sor kerül, sőt némiképp majd szeretnénk ugye a templomnak a belső berendezését is megújítani, az biztos, hogy egy új oltárt fogunk készítetni, illetve egy új tabernákulumot, szentségházat. Tehát ez tényleg egy ilyen, mondhatni, generál kivitelezés. Egyedül a fűtés, korszerűsítés az fog most kimaradni, mert abban a keretbe sajnos nem fért bele. Hozzátette, a felújítás célja az értékmentésen túl az, hogy ismét összegyűlhessenek majd itt a misék alkalmából az emberek, ugyanis szeretné újjá szervezni a helyi római katolikus közösséget. A beruházás kivitelezése az elképzelések szerint akár már az idén, de legkésőbb a jövő év elején megkezdődhet. Sokszínű Egyház című vallási magazinunk májusi adás melyet visszanézhetnek YouTube csatornánkon és Facebook oldalunkon egyaránt. Több olyan makói és térségi templomot is bemutatunk, melyek szintén érintettek az állami programban.